Sziasztok, a következőkben azt mutatom meg, hogy hogyan készítettek magatoknak egy Coco Chanel inspirálta pólót. Az eljárás nagyon-nagyon egyszerű lesz, mondom, hogy mire van szükség. Kell először is egy póló, én egy ilyen sima egyszerű fehéret választottam, egy vasaló, illetve egy speciális papír, amire nyomtatni kell, utána pedig az egészet rávasalni a pólóra. Egy nagyon fontos dolgot kell erről tudni, hogy tintasugaras nyomtatóval lehet csak rányomtatni. Semmi más dolgunk nincsen, mint kiválasztani a megfelelő grafikát vagy feliratot. Én az egyik kedvenc Coco Chanel idézetemet választottam ki, ezt mindjárt ki fogom nyomtatni erre a speciális papírra, utána pedig már csak rá kell vasalni, ezek után pedig lehet tetszés szerint variálni különböző ruhadarabokkal az elkészült friss Coco Chanel inspirálta pólónkat. Készen is van, ezt fogom akkor most rányomtatni. Arra nagyon figyeljetek, ezt előbb elfelejtettem mondani, pedig szinte ez a lényeg, hogy ha szöveget nyomtattok, akkor azt tükrözzétek meg. Illetve a másik dolog pedig az, hogy a póló eleje és a hátulja közé valamit tegyetek be, kényelmesen tudjatok vasalni, és még véletlenül se üssön át a túloldalra semmilyen festék. Na most ezt ide elhelyezem középre, és kezdődhet a vasalás. El is készültem a Coco Chanel pólómmal, így néz ki. Én rendkívül elégedett vagyok a végeredménnyel, nyugodtan próbáljátok ki ti is. Sziasztok!